210 év egy felfoghatatlan időintervallum, a pannonfilharmonikusok komoly zenészei számára mégis testközelben van. Művészeti águkból kifolyólag mindig régmúlt idők muzsikájával foglalkoztak, ezáltal újra és újra feltárták ezeknek az örökérvényű zenei tartalmaknak a kincseit. Ezzel együtt, ha tovább folytathatom ezt az évet, egy 210. születésnap mentén folyton felmerül a gondolat, amikor egy koncertnek a koncertet keretezzük, hogy mi legyen a központi gondolat, egy múltba tekintés, vagy pont az ellenkezője, a 210 év mentén a jövőről beszéljünk. Arról beszéljünk, hogy ennek az együttesnek 210 éve van jelene, és mindig volt jövője, és ma őszinte hittel gondoljuk azt a pannonfilharmonikusok kvalitása, a Kodály Központ aurája mentén, hogy ennek a zenekarnak nem csak múltja van, hanem ugyanilyen fényes jövője is lehet, sőt, mindenről szól a ma esti koncert. Kétszáztíz évvel ezelőtt szólalt meg először a zenekar, és első céljait jótékonysági céllal fogalmazta meg. 5 évvel korábban verbuválódott Pécsett az a zenei közeg, aki később a zenekart alkotta, és már is voltak ebben az 5 évben halottai árvái, és az első koncertet az ő megsegítésükre ajánlották fel, mármint a bevételt, és ehhez a gondolathoz szerettünk volna mi is csatlakozni. A ma este mentén, a születésnap mentén mi is szerettünk volna ajándékot adni. Rendkívül köszönjük mindazoknak, akik megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel, mi pedig szeretnénk ezt a jegybevételt továbbadni, és a Rotary alapítvánnyal együttműködve ajánlottuk fel ezt a Pécsett, illetve Baranyában a Covid mentén félárvává, árvá vált gyerekek megsegítésére. A jubileumi műsor is átfogja ezt a 210 évet. Az alapítótól, Liklő Györgytől játszanak mindjárt egy művet, a C-dur négykezes szonátát, amelyet Vas András karmester vezényelt. Erről a zeneműről azt lehet hinni, hogy a legrégebben keletkezett darab. Azt képzeljék el a kedves nézők, hogy ez a zenei anyag még a 19. században Mexikóba került, ahol jól elfelejtődött, egy könyvtárba került, és az elmúlt években a zenetudományi munka felszínre hozta ezt a művet, Vas András állandó karmesterünk pedig ennek a hírnek a nyomára bukkant, és bejelentkeztünk Mexikóvárosban, és ezt az anyagot elkértük, megkaptuk, az András pedig meghangszerelte nagy szimfonikus zenekarra, tehát ilyen módon ez egy 19. századi mű, aminek ős bemutatója lesz ma este, új töltösbe öltöztetve, szerintem ez is gyönyörűen mutatja föl az időtlenségét mindannak a zenei anyaggal foglalkozunk. És persze lehet említeni további érdekességeket, az a kiállítás, Mussorgszky Ravel kiállítás képei hangzik el, aminek szintén van egy apropója, 2010-ben a legelső koncerten ez volt az a zenemű, amivel megnyitottuk a Kodály Központot, akkor Maxim Vengerov vezényelte. A színpadon Nelson Görner zongora művészt is köszönhette a közönség, vezényelte Varga Gilbert vezető karmester. Ez az este nem csak a zeneművektől különleges, a pannonfilharmonikusok a jövőt tekintve újfajta programsorozattal jelentkezik. Útjára indult egy PFZ Next programsorozatot, amely nevéből adódóan a jövőt keresi. És itt rengeteg művészeti tartalommal találkozik majd a bennünket követők, de nagyon sok egyéb tartalommal is, mint például azzal a felvetéssel, hogy közösen vitassuk meg Pécsváros zenei életének a jövőjét, a Kodály Központ jövőjét, a pannonfilharmonikusok útját, mert hogy végtelenül hiszem azt, hogy ez közügy. Különlegesség volt még az es során, hogy egy parfümőrt is felkértek, miszerint álmodja meg a koncertek illatát, és készítsen egy női és egy férfi parfüm különlegességet a jubileum tiszteletére.